A hétvégén az EGER csapatával játszottunk, a tabellán egy kicsit előrébb helyezkednek el, mint mi. Ennek ellenére próbáltunk agresszív védekezéssel föllépni velük szemben. Ez még az első negyedben úgy, ahogy ment, és sajnos a második negyedben nagyon sok figyelmetlen hibából könnyű gólokat kaptunk, és eldőlni látszott a mérkőzés, mert 12 ponttal vezettek a szünetre. A harmadik negyedben, vagy harmadik negyed előtt mondtam játékosainknak, hogy ha 30 pont körül tudunk kapni a második fél időben, akkor reális esélyünk lehet megnyerni a meccset. Legyünk még keményebbek, még határozottabbak. A harmadik negyedben ugye 4 perc alatt le is dolgoztuk a hátrányunkat, kiegyenlítettünk, sőt, a negyedik negyed közepén, vége felé, a hatodik perc környékén már 10 ponttal is vezettünk. Ekkor azonban úgy néz ki, hogy egy picit a fejben el is fáradtunk, illetve hát az egyik játékvezető sorozatos tévedése azt mondom, hogy indokolatlanul sújtott minket. Így alig tudtuk egyára menteni a mérkőzést, és sajnos a hosszabbításban teljesen elfáradtunk. Nem megérdemelten kikaptunk 5 ponttal.